Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtök esti híradóját látják 2020. december 10-én este 7:30-tól. Elindult a regisztráció, óriási az érdeklődés a vakcina iránt. Határidő hosszabbítás, a behajtási engedélyek január 31-ig érvényesek. 30 évvel ezelőtt jött először az uszodai Mikulás, most mások voltak a körülmények, de csomagot kaptak az úszó egyesület tagjai. Nemrég indult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra, és már most látszik, hogy óriási az érdeklődés. Erről a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára szerdán számolt be a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Az operatív törzs december 8-ai online sajtótájékoztatóján örömmel jelentette be Müller Cecília, hogy elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra. A regisztráció első napját követően Tömötör Csaba a kormány közösségi oldalára feltett videójában elmondta, a regisztrálók száma egy nap alatt meghaladta a 100 000-et. Nemrég indult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra, és már most látszik, hogy óriási az érdeklődés. A regisztrálók száma egy nap alatt meghaladta a 100 000-et. A regisztrációval egyrészt mindenki jelezheti oltás iránti igényét, másrészt, ha szeretne, akkor rendszeres tájékoztatást kaphat az oltással kapcsolatos fejleményekről. A kormány már több mint 17 millió oltóanyagot kötött le különböző gyártóknál. A tömeges oltások akkor kezdődhetnek, ha az egészségügyi hatóságok engedélyezik a vakcinát vagy vakcinákat. Addig is mindenkit arra biztatunk, hogy regisztráljon a vaccinainfo.gov.hu oldalon. Arról az országos tisztifőorvos már korábban beszámolt, hogy jelenleg pontosan nem tudják megmondani, melyik külföldi vakcinával fogják megkezdeni a védőoltások beadását, de az biztos, hogy csak a Magyar Gyógyszerhatóság által engedélyezett vakcinával fognak oltani. A tömeges oltás várhatóan a következő év első negyedévében kezdődhet. Müller Cecília elmondta azt is, hogy az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, hanem az oltási terv szerint elsőbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók, a védekezésben résztvevők és a krónikus betegek. Fontos kiemelni, hogy önmagában a regisztráció nem jár kötelezettséggel, ha valaki meggondolja magát, tiszteletben tartják a döntését. A jelenlegi pandémiás helyzetben minden ügyintézés nehezebbé vált, hiszen a legtöbb helyen csak időpont egyeztetés és várakozás után lehet intézkedni a megelőzés és egészségünk védelmének érdekében. Éppen ezért könnyítésként meghosszabbításra kerültek a sétáló utcai szakaszra, valamint a 48-asok terére kiadott behajtási engedélyek. A kalocsa.hu oldalon tették közzé a hírt, miszerint a sétáló utcai szakaszra, valamint a 48-asok terére a hivatal által kiadott behajtási engedélyek 2020. november 30. napjával érvényüket vesztenék, de ezt az érvényességi határidőt most meghosszabbítják 2021. január 31. napjáig. Kalocsa város önkormányzatának képviselő testülete 2020. szeptember 29-i ülésén hozott 15/2020-as önkormányzati rendeletével módosította a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 14/2007-es számú rendeletét. A rendelet 23. paragrafusa rendelkezik a Szent István Király út sétáló utcai szakaszára, valamint a 48-asok terére történő behajtási engedélyek szabályozásáról. A 15/2020-as számú módosító rendelet annak 12. paragrafusának B pontja alapján 2020. november 1. napján lépett hatályba, míg a 12. paragrafus második pontja szerint az eddig kiadott behajtási engedélyek 2020. november 30. napjáig érvényesek. Tekintettel a koronavírus járvány okozta korlátozásokra, valamint az ügyintézéshez szükséges személyes találkozások számának csökkentésének érdekében ez az érvényességi idő 2021. január 31. napjáig meghosszabbításra került. Kalocsán is születhet öntözési közösség, több helyi, illetve környéki gazda fogott össze, hogy megvalósítsák az öntözési mintaprojektet. A szájjal küzdenek a gazdák az ország minden területén, így térségünkben is. Ezekben a szélsőséges időjárási körülményekben felértékelődik az öntözés szerepe. Látjuk az időjárás változását, hogy
most mindegy, hogy valaki klíma szkeptikus vagy egyetért, vagy ebbe a vitába nem menjünk bele, de a következményeit látjuk itt a Duna-Tisza közén is. Az előbb már említett szélsőséges időjárás jelenik meg. Nagyon sokáig nincs eső semmi, aztán meg bődületes mennyiségű, özönvízszerű, és ez hektikussá teszi a gazdálkodók életét. Ennek következtében próbáljuk kiegyenlíteni ezt a hektikus időszakot, és erre nem tudunk mást, mint a felszín feletti vizekből az öntözést megoldani. A kormány több öntözési mintaprojektet is létrehozott ebben az évben országszerte, összesen 7 darabot. Erre mintegy 2 milliárd forintot költöttek. Az Agrárminisztérium első mintaprojektjének átadására tavasszal került sor Hartán. Az állam, a kormány, az Agrárminisztérium 2 éve meghirdetett egy eddig soha nem látott csatorna revitalizációs programot, amelyben a valamikor létező, de elhagyott műtárgyaiban is berosdásodott zsilibrendszer megközelíthetetlenek, mert a mindenféle özön növények már körbenőtték és belenőttek a csatornába, stb. No, erre szólította meg a gazdálkodókat a program, hogy legyenek szívesek, fogjanak össze, és igen jelentős pénzeket csoportosított ide át az Agrárminisztérium, hogy ennek a forrásnak segítségével tisztítsák ki ezeket a csatornákat, rendezzék a viszonyokat, a művek működőképesek legyenek, és újra kezdjék el az egyébként valamikor régen öntözhető területek újra öntözésbe állását. Ez valósult meg Hartán is. Ennek köszönhetően a közösség 600 hektáron öntöz intenzív termesztési növényeket. A programot Kalocsán is életre szeretnék hívni, melyre a helyi gazdák már megkezdték az összefogást és a munkát. Itt a Kalocsa térségi öntözőrendszer, öntözőfürtrendszert, itt kalocsai vállalkozók, gazdálkodó vállalkozók fölkarolták, és kőkeményen viszik a programot. Remélem a végeredményt majd együtt tudjuk ünnepelni. A kormány 10 éven keresztül 17 milliárd forint plusz forrást biztosít az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó vízkeresleti és vízkínálati oldalfejlesztéseihez. A járványügyi szabályok betartására és a védőoltások iránti bizalom fenntartására kérte a lakosságot a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes elmondta, a védelmi intézkedések nagyon fontosak a fertőzés terjedésének megakadályozásában, ezért a január 11-ig meghosszabbított járványügyi intézkedések betartását kérik. Már biztos, hogy az idei karácsony teljesen más lesz, mint amit megszokhattunk. A kormány január 11-ig meghosszabbította a járványügyi előírásokat. Így a 2 ünnep között, illetve szilveszterkor csak reggel 5 és este 8 között léphetünk utcára. Hordani kell a maszkot, és továbbra sem lehet rendezvényt tartani, családi körben pedig csak 10 főt tartózkodhat egyszerre egy helyen. A karácsonyra vonatkozó szabályokról még később fognak dönteni. Továbbra is a fertőzés megelőzése a legfontosabb, erről a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője beszélt. A koronavírus járvány kezdete óta gyökeresen megváltozott az életünk. Megszokott életvitelünk, szokásaink, a munkavégzés körülményei teljesen átalakultak, rákényszerültünk a változásokra, szembenézünk azokkal a bizonytalanságokkal, amit egy fertőzés okozhat a családban, illetve szembe kell néznünk a kockázatokkal és az egyéni veszteségekkel is. A mai napon ismét szomorú adatok érkeztek, újabb 5415 magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést. Ezzel 265.003 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 171 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6451 főre emelkedett. 7869 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 645-en vannak lélegeztetőgépen. A karácsonyi készülődés során kérem, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi szabályoknak a betartására, főleg azokon a zsúfolt helyeken, ahol egyszerre nagyszámú ember fordulhat elő, és ilyenek a bevásárlóközpontok. Ezek kritikus pontjai a fertőzés terjedésének. A maszkviselés, a szociális távolságnak a betartása, az egyéb higiénés rendszabályoknak a betartása, ezek nagyon fontos a specifikus védekezési módszerek. A specifikus védekezés a védőoltás.
A hatóságok, illetve a szakemberek azon dolgoznak, hogy a magyar lakosság számára is elérhető legyen a biztonságos és hatékony vakcina a közeljövőben. Az osztályvezető azt kérte, az emberek bízzanak a szakemberek véleményében, és csak hivatalos forrásokból tájékozódjanak az elérhető védőoltásokról, azok hatásairól, illetve az előforduló oltási reakciókról. Magyarországon széleskörű bizalom övezi a védőoltásokat, és kérek mindenkit, hogy ezt a bizalmat továbbra is tartsa fent, és csak a szakértők által átadott információkra támaszkodva hozzon döntést arról, hogy a koronavírus ellen elérhető vakcinákat majd igénybe veszi-e. Amennyiben lesz engedélyezett és elérhető vakcina, arról folyamatosan tájékoztatást nyújtanak majd, többek közt a hivatalos weboldalokon. Nagy sikerrel zárult városunkban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat és a Kalocsai Pünkösdi Gyülekezet önkénteseinek közös akciója. Az adakozó szívű emberek segítségével 1,3 tonna élelmiszert sikerült összegyűjteni. Szép számban gyűltek az élelmiszer adományok az 51-es főút melletti áruházban november utolsó hétvégéjén. Ekkor zajlott ugyanis a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat és a Kalocsai Pünkösdi Gyülekezet önkénteseinek közös gyűjtése. A megmozdulás országos szinten zajlott. 160 településen volt, összesen 250 helyszínen, és úgy tudjuk, hogy 250 tonna élelmiszer adomány jött össze ezen a 250 helyszínen. Ebből 14 mázsa volt a kalocsai adománygyűjtés. Összesen 6000 önkéntes dolgozott. Kalocsán 3 napig tartott az akció, a gyűjtésben 15 önkéntes vett részt. Ebből a 250 tonna élelmiszer adományból összesen 50 000 csomag fog készülni. Mi itt Kalocsán olyan 150-200 csomag közötti mennyiséget szeretnénk kiosztani rászorulók számára. A csomagok tartós élelmiszert tartalmaznak. Cukor, víz, olaj, tészta, konzervek, csokoládé, édességek, körülbelül ezek van, tej például, körülbelül ezek lesznek benne, és hát nagyon szép mennyiség jött össze, így szeretném megköszönni a kalocsai lakosoknak, akik ebben az adománygyűjtésben igazán nagy lelkűek voltak, és támogatták ezt az ügyet, hogy karácsony előtt rászoruló emberek egy kis szeretett csomagot kaphassanak. Én azt gondolom, hogy ez az adomány bőséges, és én azt merem mondani, hogy közel 200 családnak tudunk ezáltal segíteni itt Kalocsán. Az adománycsomagok még szebb és könnyebbé teszik a karácsonyt a rászoruló családok számára. A Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület közel 100 csomagot osztott ki Mikulás alkalmából az egyesületi tagoknak, igaz idén kissé különleges helyszínen. Volt, aki autóval, volt, aki kerékpárral érkezett az úszoda parkolójába hétfőn késő délután. Így tovább élhetett az a hagyomány, ami több évtizede kezdődött az egyesületnél. Ezek szerint nem szokott meg, mert a Mikulás itt van. Azt, hogy most ez egy ilyen teljesen újkori, vagy ilyen hirtelen összerakott, összeütük hároman, hogy csináljuk, és először a Patai útra próbáltuk meg, hogy ott, de ott nagy a forgalom az 51-es mellett, nem mondom, akkor itt csináljuk a úszoda parkolóba, megdrive, mint láttátok, lejön, megkapja, tovább megy. Nem vagyunk sokan, megvan a másfél méter, mindenféle szabályt megpróbálunk betartani, meg be is tartunk, és ennyi a... Ez 30 év után ez az első, amikor egy ilyen megpróbáltatásnak kell szembenéznünk. Természetesen a legkisebbek, az óvodások, kisiskolások örültek leginkább az ajándéknak. Sajnos a tavalyi 140-143 csomag volt átadva. Most itt azért a helyzet nem engedi meg, hogy az úszás oktatásra járókat is külön csomaggal jutalmazzuk. Bár szerettük volna, de azért az anyagi helyzet azért egy ilyen szűkös fél év alatt nem engedte ezt meg. Szeptemberben kezdődtek az edzések, nyáron csak a versenyzők dolgoztak, napi 2 alkalommal. Most is kapnak feladatokat a gyerekek. Ezt igazából a Dani bácsi irányítja, hogy ilyen szárazföldi edzéseket fogunk összerakni, vagy rakott össze, és rámentük az elméleti részre is, tehát, hogy a gyorsúszás technika,
mik a szabályok, ezeket mind meg kell tanulni, mind át kell ismételni, és ezt, ha lesz lehetőség, tudunk kezdeni, vagy egyáltalán össze tudjuk rakni, majd egyszer úgy, hogy mindannyian tudunk beszélni, akkor ezt már ellenőrizzük. Féltünk, hogy kiesik a Bence, az Ernák, elmennek a nagyok, kevésebb lesz az utánpótlás, szenzációs, tehát van annyi újunk, annyi kicsi van ez a 2013-14-15-ös korosztály, hogy öröm volt itt edzést tartani szeptember-októberben, és tényleg fájt a szívünk, hogy ezt be kell fejezni. A Magyar Úszó Szövetség engedélye alapján jelenleg Bajára mehetnének a kalocsai úszók edzésre. A tervek szerint januártól élnek is a lehetőséggel. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval és friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket megtekinthetik a Kalocsa TV honlapján. További szép estét kívánok, viszontlátásra!